December 5-én délután 5 órakor a Magyar Kanizsai Maratonfutók szervezésében került sor a Mikulás futásra, amely már a 7. a sorban. Ilyen másfél kilométeres kör, városon végigfutunk, az SP Marketnál megállunk egy kis cukorosztás a gyerekeknek, majd fordulunk jobb oldalra a Baltán felé, vissza a Dambjanica utcán és az iskola melletti téren, vissza ide a városház elé. Ez inkább egy örömfutás, nem versenyfutás, és minél tömegesebben részt vegyünk rajta, mivel más városokban ez már egy nagyobb tömeget hoz, és akkor szeretnénk itt is, ha minél több fiatal gyereket látnánk az utcán, együtt futkározna a nagyokkal és a Mikulással. Kicsik és nagyok, és még házi kedvencek is együtt futották le, amint egy másfél kilométeres útszakaszt a városközponton keresztül. Hát tavaly voltam először, és akkor nagyon tetszett. Akkor is szintén kutyával voltam, most úgy gondoltam, hogy már kicsikét úgy jutok ezen az egészen, és kutyát is beöltöztetem, meg magamat is. Miért gondolja, hogy ez a Mikulás sapka is kötelező része lett ennek a futásnak? Hát ez egy móka. Úgy gondoltam, hogy így érdekesebb. Tavaly is, hogy elég sokan beöltöztek, tetszett, és azt gondoltam, ebben az évben én is csinálok ilyet. Szeretnék-e felhívni valamire a figyelmet ezáltal? Legyünk együtt, sok programot csináljunk együtt, talán ez a legfontosabb része.